Köszöntöm a nézőket! Mindig nagy ünnep, már-már, hát ugye nagy öröm, ha elkészül egy film Vajdaságban, és ezt levetíthetjük a Forog a kamerában. Július 4-én, Trianon 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján mutatta be a Szabadkai VM4K, a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ online térben a honlapján azt a filmet, amit ma láthatnak. A film címe Szabadkára nézve a vasút életkérdés. A témája pedig a vajdasági, a szabadkai vasút, a határmenti vasúthálózat, aminek kapcsán meghívtuk a stúdióba vendégeinket. Köszöntöm itt nálunk Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Lovas Ildikó írót, a VM4K koordinátorát, és Somogyi Sándor tanárurat, közgazdászt, aki ennek a térségfejlesztési koncepciónak az egyik kiötlője. Köszöntöm Önöket! Hát a film ugye leginkább arra mutat rá, hogy mekkora igény is van a vasút iránt ebben a térségben, és ez volt a fejlődés kulcsa valamikor is, és talán most is ez lehet a fejlődés kulcsa. Valóban igény van a vasútra? Én először Somogyi Sándor tanárurat kérdezném meg. Hát, ha megengedik, akkor én abban kezdeném, ami a gondolataimban mozog, főleg az utolsó időben, de nem először, mert 96-ban foglalkoztam először Közép- és Kelet-Európa perspektívájával, és akkor tartottam erről egy előadást Kiskunfélegyházán, abból kiindulva, hogy ez a mi régiónk, ez sose volt a gazdasági fejlődés metacentrum, mi mindig periféria, félperiféria voltunk, és mi nekünk minden infrastruktúrális leépülés nagyon nagy kárt okoz. 97-ben utána volt egy találkozónk elnök úrral, mert János Halmára meghívott egy konferenciára, ahol a határmenti térség fejlesztéséről lesz szó. Sokat beszélgettünk abból az alkalomból, és egy ilyen kétszemélyes ötletvihart tartottunk, rengeteg ideje felvetődött, és ha jól emlékszem, elnök úr akkor említette először a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalat, amire még nagyon fölkaptam a vizet pozitív értelemben, mert tulajdonképpen a fő problémám mindig az volt, hogy miért szakították az államhatalmak át a népek közötti normális élést, ilyen kigondolt határokkal, mint itt is van, ugye a tőlünk nem messze. És akkor vetődött ez a dolog föl, utána a Pásztor elnök úr, akkor a Subtrade tulajdonosa megrendelt egy tanulmányt, amiből összesen 9 tanulmány lett. Egy magyarországi partnerrel csináltuk, ők csinálták a magyar oldalt, én csináltam itt a mi oldalunkat. Hát rengeteget veszítünk ezzel. Most én nem sorolnám föl, hogy például akkor 3 menetes szótelemzés csoportot tartottunk, és az akkori megalapítások, mikor a 3 menet után összehoztuk, az tulajdonképpen olyanra sikerült, hogy ma is érvényes, amit akkor megállapítottunk. Persze benne volt ez is, hogy a vasút, hogy a határ mentének a gazdasági fejlesztése, és így tovább, és ezt tovább vittük nagyon, nagyon sok más témába is. Volt abban a projektben olyan rész is, hogy propagandairoda. Lehet, hogy mi rosszul neveztük akkor ezt el. Tulajdonképpen think tankra gondoltunk, egy ilyen gondolkodó központra, aki gondolkodik, aki megtalálja, hogy Szabadkának milyen kapcsolatokat kell fölvenni, kikkel kell kapcsolatot teremteni ahhoz, hogy megvalósítsa azt, ami tulajdonképpen a célja, amit akar, amit elgondolt. Hát persze abban az időben ezt nem hallotta meg senki. Később visszatértünk egyszer a regionális tudományos társaságba ebbe a témára, és Maktor elemzéssel csináltunk egy ilyen nagy áttekintést, hogy Szabadkának Szerbia, vajdasági, nemzetközi viszonylatban ki kell, hogy milyen kapcsolatot kellene kiépíteni. Meg kell, hogy mondjam ennyi idő után is, hogy a könyv nagyon jól mutat a könyvszekrényembe.
odahaza a dolgozószobámba, de az akkori szabadkai vezetőség nem hallotta meg a hívószót. Szerencsére a VMS már attól kicsit később elkezdte, és rengeteget tett ezekért a kapcsolatokért, és tesz a mai napig is. Megkérdezném akkor elnök urat, hogy miért olyan fontos a vasút a mi térségünk számára? Tehát, hogy ön már évtizedek óta ennek a pártján van, és most már lassan talán lesz is belőle valami. Tehát miért ilyen fontos ez? Hát egészen biztos, hogy lesz belőle valami. Erre talán két választ választanék ki, vagy két lehetséges választ emelnék ki a rengeteg közül, amit meg lehetne fogalmazni. Az egyik, ha az ember megnézi, hogy mik az európai trendek, akkor az európai trendek ennek az ötletnek az aláhúzását erősítik meg. Az, ami máshol normális, az, ami máshol az életkörülményeket, az élet komócióját biztosítja, az biztos, hogy jó mi nekünk is. Annál is inkább, mert ezeket a dolgokat nem most kell kitalálni, most csak föl kell őket újítani. Ez az egyik lehetséges válasz. A másik, ami talán ettől fontosabb, és szeretnék csatlakozni professzor úrnak az egyik mondatához, és ez egy örökérvényű kérdés, ez pedig arra vonatkozik, hogy hogyan definiáljuk önmagunkat. A szabadkai, Szabadka vasúti rendszerbe történő bekötésének a kérdése mindig arról szólt, hogy hogyan látja Szabadka önmagát. Minek kíván a része lenni, a perifériának, vagy a centrum felé próbál tendálni, a folyamatokból leszakadó pályát fogad el, vagy kényszerül rá, vagy pedig a fősodornak az eleme kíván lenni, és ez a kérdés, ez ma is aktuális. És mi azt szeretnénk, és ezt húzza alá végül is a Belgrád-Budapest vasútvonal felújítása, mint fontosság. Ezt húzza alá a Szabadka-Zenta vasútvonal felújítása, ami befejező fázisban van. Ezt húzza alá a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújítása. Ezt teszi lehetővé azt, hogy az a térség, aminek mi lakói vagyunk, az ne a periféria és a leszorulás térsége legyen, hanem a fősodornak a része. Nem volt ez másképp régen sem. Ugye a filmből kiderül, hogy mennyire fontos volt, és hogy hát ugye ez egy küzdelmes évek sora után sikerült megvalósítani, hogy Szabadkára begördült az első mozdony, vonat. Hát ugye a filmben vannak archív felvételek is, meg fotók, meg nagyon szép visszatekintést látunk, és hát dramatizált jeleneteket is. A VM4K támogatásával készült el a film. Milyennek akartátok? A VM4K készítette tulajdonképpen a filmet, egy csapat állt össze. Az első kérdés, ugye, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, hogy miért éppen 2020. június 4-én szerettük volna, vagy szerettem volna én ezt a filmet, ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy az emberek és a közösségek együttélése az egy természetes állapot. És amikor abban durván beleavatkoznak, akkor például levágják a vasútvonalakat azért, hogy az emberek ne tudjanak közlekedni, azért, hogy az emberek közti kapcsolat megszűnjön. És én ezt vérlázító gondolatnak tartom. Tehát mindenki arról beszél, vagy legtöbben arról beszélnek most a nemzet összetartozás éve kapcsán, hogy miként tartozik össze a nemzet. Ez így van. Ugyanakkor másokkal is összetartozunk, akik hasonlóképpen fejlődni akarnak, vagy előre haladni akarnak, vagy egyformán gondolkodunk velük, mert térségben gondolkodunk. És a saját jólétünkben gondolkodunk, az előrehaladási vágyunkban gondolkodunk. Ilyen szempontból ugye 1845-ben nincs különbség, vagy 1860-ban nincs különbség Szabadka és Zombor között, amikor együtt mennek Bécsbe, és megjegyzem, a bécsi udvarnak a cinizmusa igencsak jellemző, amikor azt mondta, hogy hát fölépíteni föl lett a vasutat, na de ki fogja működtetni? Magyarán a munkát befektethetitek ti, de majd aztán a hasznot kihúzzuk mi. És ez olyan tapasztalat volt, amit lévén, hogy 96-ban megjelent Magyar Lászlónak a tanulmánya. Ő az egyetlen egyébként, aki feldolgozta
ilyen részletességgel ezt a vasút történetet és emléket szerettem volna neki mindenféleképp állítani. Két dolgot tartottam iszonyúan fontosnak. Az egyik az, hogy a Magyar László emléke ezáltal is éljen, és mivel 1845 és 69 között körülbelül annyi idő telt el, mint 1996 és 2020 között, ugye, amikor a tanár úr meg az elnök úr elkezdték ezt a gondolatvihart, ott János Halmán vagy hol? Tehát, hogy ugyanannyi időt telt el körülbelül, és ez, én újságíróként akkor erről hallottam, ugye az ember tudja, hogy vannak ilyen elképzelések, és csak még egy mondat, hogy tudod, újságíróként, szerkesztőként, te is tudod, amikor történik valamilyen esemény, akkor azzal kapcsolatban megfogalmazódik benned valami érzés. És ilyen volt a Kultúrcsempész Simbusz Fesztivál, és az az érzés fogalmazódott meg bennem, hogy én ide nem megyek el. És az úgy szokott lenni, hogy eleinte hívnak, aztán amikor nem mész el, utána már nem hívnak. De soha nem kérdezték meg, hogy miért nem jöttél el. Azért nem mentem el, mert akkor is vérlázítónak tartottam az emberek lenézését és olyan értékeknek a hangsúlyozását, ami ellentétes a természetes irányokkal, és úgy gondolom, hogyha emberek abból kell, hogy éljenek, hogy csempésznek. Ha az van rendszeresítve, az van benne a gondolatokban, hogyha egy Szabadka-Szeged vonat, ami bennünket a centrumhoz kellett, hogy kapcsoljon, arra van degradálva, és ezáltal az emberek is arra vannak degradálva, hogy cigarettát meg alkohol csempészenek. Magyarán én arra vagyok degradálva, hogy a magyar kultúrát csempészem át Szegedre. És fordítva. Ez olyan értékrend, amivel én úgy gondoltam, nem tudok egyetérteni, és eszébe jutott egy kis kritika volt, egy önirónia talán, de nem, ez is... Ez egy jó, és ilyen szempontból egy megmutatkozási lehetőség volt, viszont, hogyha elolvasod ugye a Graham Greene-t, ami szerepel is a könyvben, azért a Graham Greene elég pontosan leírja, hogy ezek a működések hogyan zajlottak, és ami a jó, hogy azóta viszont, mivel hogy most már vonat se jár, ez megszűnt, és átértékelődött egy újfajta, ugyanazok az emberek, ugyanazok a csapatok elkezdtek egy újfajta kulturális együttlétet teremteni. Magyarán egy új kezdetre van lehetőség, és azt gondolom, hogy a film ennek is a része. Én még annak idején sokat utaztam a Simbusszal, és valóban voltak ilyen jelenségek, amiket emlegettél. No hát van egy másik hát szempontja is ennek az egész vasúti hálózatnak itt Vajdaságban, amiről megkérdeztük Milan Vucinic, okleveles közlekedési mérnököt, aki a Szerbiai Vasúttársaság igazgatójának a tanácsadója volt, és nagyon ismeri ezt a témát. Ő mondja el, hogy milyen volt, milyen lett a vasút itt Vajdaságban, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésére. Erről kérdezte Juhász Andrea az Újvidéki stúdióban. Ezt a felvételt láthatják most. Jó napot kívánok a kedves nézőknek! Az Újvidéki stúdióban jelentkezünk, ahol Milan Vucinic úrral beszélgetünk, nyugdíjas, okleveles, közlekedési szakemberrel. Dobar dan, želim! Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce, hvala na pozivu. Današnja tema je istorija i u stvari današnja situacija vojvođanske železničke infrastrukture. Da počnemo od početka, kakva je bila vojvođanska železnička infrastruktura u prošlom veku, u 19. i 20. veku? Pa, vojvođanska infrastruktura je u 19. veku imala jedan veliki uspon i pratila je ono što se događalo u Engleskoj 1820. do 30. godine, kada je praktično pronađena parna mašina, kada je parna mašina napravila industrijsku revoluciju, pomogla da se napravi industrijska revolucija u Engleskoj, a onda se brzo železnica širila u Evropi, u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Americi. I onda je Engleska te svoje pronalaske što se tiče železnice prebacila u svoje kolonije i železnica se do kraja tog 19. veka brzo razvila po celom svetu.
Vojvodina je vrlo brzo, 1854. dobila prvu prugu. To je bilo na teritoriji danas Južnog Banata. Naime, u obroncima Karpata je pronađen kameni ugalj koji je bio potreban za tadašnje parne mašine. Kad kažem parna mašina, trebamo da razdvojimo nešto što radi na paru i nešto što je lokomotiva. U lokomotivi se nalazi parna mašina, isto kao u brodovima koji su se zvali parobrodi i tako dalje. I onda se pojavila potreba da se taj kameni ugalj prebacuje sa Karpata na Dunav. I to je urađeno u južnom delu Banata. Ja imam ovdje jednu mapu. Evo konkretno to je bilo između Oravice u Rumuniji, današnja Rumunija, preko Vršca do Bazjaša. To je jedno mesto na Dunavu i tu se ruda transportovala. Zatim je koristila se za brodove, vozila se brodovima uzvodno, sve do Beča, nizvodno. I tada je praktično u Vojvodini nastala prva pruga. Da pričamo malo još u istoriji. Kad je ona doživjela svoj vrhunac u prošlom veku? Pa evo, znači, sada je to već pretprošli vek, kraj 19. veka. Evo vidite, to je vrhunac. Ovo je najgušća železnička mreža u Evropi u to vreme i čak gušća nego u Engleskoj, što je jedan fenomen. Onda je napravljeno ovo što vidite ovdje na ovoj karti, 1700 km pruga koje su opstale na terenu do današnjih dana. Neke su aktivne, neke nisu aktivne, ali je to tada stvorena železnička mreža u Vojvodini. Znači, možemo da kažemo da je u odnosu na druge države sadašnje Evrope bila je dovoljno razvijena naša železnička infrastruktura. Jeste, svi su zajedno radili na tome. Kad kažem zajedno, radila je tadašnja država koja je bila na tom terenu i radili su privatnici jer je bio interes da se izvlače poljoprivredna dobra, da se transportuju od žitarica pa do proizvodnje vina, tako se razvijela Bela crkva na proizvodnje vina, pa onda je bilo da se donose one sirovine, oni proizvodi koji nije bilo u Vojvodini, na primjer, donosio se ugalj železnicom, što je bilo nemoguće sa kolima po tadašnjem terenu, pa se, na primjer, u Novom Sadu napravila prva električna centrala, pa u Kikindi, pa u Subotici i tako dalje. Železnica je pomogla privredi, a istovremeno transport stanovništva. Ja uvijek jedan primjer iznosim na relaciju 100 km. Uzmimo Sombor-Novica, to je 100 km. Tada sa kolima se putovalo, zavisi da li je zima, da li je leto, da li je jesen, da li su raskvašeni kolovozi, 4 do 5 dana morali ste imati noćenje i sve. I jednom se pojavila železnica koja je to uradila za sat i po vremena. Sat i po vremena. Vi ste imali udoban prevoz, niste zavisili od vremenskih prilika i bili ste bezbedno prevezeni. To je pomoglo mnogo u jednom socijalnom odnosu, da je stanovništvo moglo da putuje, da se trgovalo, da su proizvodi išli. I jednostavno je to bio jedna velika injekcija da se ukupan privredni, kulturni i socijalni život razvija. Prvenstveno se koristilo za transport, ali kad su se putnici uključili u saobraćaj vozom? Pa odmah su se putnici priključili putovanju, međutim moramo razdvajati, to se često vidi u filmovima, dve vrste putnika. Moramo imati te luksuzne vozove koji su bili moderni u Evropi, kao što je Orient Express koji jedno vreme saobraćao preko Banata, kasnije preko Srema, to je ta veza Pariz-Istanbul. A onda su bili obični vozovi, bili su vozovi za široke mase, za putnike. U tim vozovima posebne vrste koji su bili luksuzni, jer je standard bio, ako ste vi u hotelu, ne znam, kategorije sa 5 zvezdica, morate imati takvu uslugu vozu. To je bilo vrlo zahtevno, bilo je vrlo skupo i to je bilo za posebnu klijentelu, državnike, bankare, jednostavno plemstvo. A onda vozovi koji su svakodnevno išli po redu vožnje i koji su bili za sve ostale kategorije stanovništva. Da li je bilo međunarodnog saobraćaja u to vreme? Kako da ne? Evo, pričamo, ja ću ponovo pokazati ovu kartu. Voz koji je dolazio iz Budimpešte do Kikinde, onda je išao do Temišvara i spustao se do Bazjaša na Dunavu. Tada je car Franja Josip
prvi, mislim da se tako zvao, on je tim vozom išao do Bazjaša, ukrcao se i išao na otvaranje Suetskog kanala. Vidite, znači to je ta međunarodna linija. Zašto je to pominjem? To je ta prva međunarodna linija koja se i razvijela. Iz Srbije, srpsko državnici, plemstvo i svi trgovci, oni su Dunavom dolazili od Beograda do Bazjaša, ukrcavali se i onda tom vezom išli u centralnu, u srednju Evropu i dalje. Znači, praktično je železnica pomogla tom međunarodnom saobraćaju i železnica je spojila narode. A šta je situacija danas? Pa situacija danas je da je železnica pre svega podeljena na 4 kompanije. Da kompanija koja se brine, železnička kompanija o železničkoj infrastrukturi, zove se Infrastruktura železnica Srbije. Oni svake godine donose poslovne planove o održavanju železničke infrastrukture i pre svega se gledaju međunarodne pruge koje ste vi to pomenuli, onda se gledaju magistralne pruge koje povezuju regione, pa imamo onda lokalne pruge, pa manipulativne pruge, više tih kategorija, postoji posebna uredba i tamo se radi na održavanju gde ima novca i kada je kakva potreba. Većina pruga u Vojvodini nema dobro održavanje i trenutno nije u funkciji. Tako da je neizvesna situacija, one se uglavnom su svrstane u kategoriju lokalne pruge. S obzirom da postoje razni projekti i manji projekti i veći projekti, da li je apsolutno moguće očekivati da u buduće da se revitalizuje vojvođanska infrastruktura, železnička infrastruktura u budućnosti? Ja koristim jednu narodnu izreku, reka bez pritoka nije reka. Znači, ako imamo velike međunarodne projekte, u ovom slučaju brzu prugu od Beograda do Budimpešte, onda ta brza pruga mora da ima odgovarajuće priključke. To daje šansu tim lokalnim i sporednim prugama da se one renoviraju i da svojim teretima i putnicima se ulivaju u brzu prugu. To je šansa da su iznađu sredstva koji sada nema dovoljno i da se tim sredstvima rekonstruiše vojvođanska železnica u sistemu kako je bila nekad, ali sada ispitati druge uslove. Koliko može da se razvija putnički saobraćaj, prevoz putnika autobusom, privatnim kolima? Evo ga primjer, Novi Sad, koji bi trebao da ima gradsku železnicu, trebao bi da ima vezu u negde krugu od 50 km sa susednim gradovima, sa Temerinom, sa Vrbasom, sa Beočinom, sa Inđijom i tako dalje. I tu treba naći rešenje, jer ne može večito autobuski saobraćaj, privatan saobraćaj da podmiruje potrebe stanovništva. Ono što se u svetu radi, vrši se kombinacija železnički prevoz i drumski prevoz, da jedni druge ispomažu, ne da budu konkurenti. U tom smislu, gledajući tako, vrlo brzo treba postaviti planove za revitalizaciju vojvođanskih pruga. I drugo, mi kao udruženje građana smo protiv toga da se bilo koja pruga demontira. Kada se pruga demontira, kada se sklone šine, pragovi, gubi se i ta trasa i u današnjim modernim urbanim uslovima više nikad ne možete dobiti trasu za neku novu prugu. Treba koristiti ono što imate i onda na tome graditi nove kapacitete. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, a ovo je bila zanimljiva tema i za nas i za vas. Hvala lepo. Kedves nézőink, az Újvidéki stúdióból jelentkeztünk, vendégünk volt Milan Vucsenics, nyugalmazott okleveles közlekedési mérnök. Ez itt a Forog a kamera, és az előbb a Milan Vucsenics-tel készült beszélgetést láthatták. Folytatjuk vele a témát egy kicsit, mert hogy azt mondta ugye Milan Vucsenics, hogy arra kell vigyázni, hogy a sineket nem szabad felszedni. Mert ahol eltűnnek a sinek, ott már lehet, hogy nem lesz többet sín és vasút, és erre ezért küzdő. Hát ugye van ez a vasútvonal, a Szeged, Szabadka, Baja vasútvonal, és ott vannak részek, ahol nincs már sín, de mégis lesz ott egyszer vasút, ugye? Egészen biztos. Persze az, amit a Milan mondott, aki nekem régi, nagyon jó barátom, és elévülhetetlen érdemei vannak például
abban, hogy a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal el fog kezdődni, annak a felújítása el fog kezdődni, és ott újra közlekedni fog elfogadható gyorsasággal a vonat. Ő ezt képletesen mondta. Persze ott, ahol az egész szárnyakat felszedik, mint vagy hosszabb távolságon felszedik, ott az újbóli lehelyezésnek az esélye sokkal kisebb. De ez nem elsősorban építészeti fejlesztési kérdés. Ennek van egy nagyon komoly politikai jellege is, az ilyen döntéseknek van egy nagyon komoly politikai jellegük is, és ezt láttuk a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonalnál, hogy milyen hihetetlenül hosszú pályát kell befutni, amíg az ember egy ilyen elképzelést betuszakol egy vasútfejlesztési országos koncepcióba és tervbe. És ezzel kapcsolatban párhuzamként szeretném csak említeni egy másik számunkra fontos vasútvonalnak a kérdését, ez a Szeged-Kikinda-Temesvár vasútvonal, ami szintén valamikor megkerülhetetlen része volt ennek a térségnek a közlekedésének, aminek egy jelentős szárnyát valóban felszedtek. Időről időre ez a dolog újra és újra fölmerül, mint visszaépítendő, revitalizálandó vasúti szárny, és nincs kizárva, hogy idáig is egyszer el fogunk jutni. A mi számunkra ebben a pillanatban az a fontos, hogy ez a térség, amelyiknek a lakói vagyunk, ez vasútközlekedési szempontból megújuljon, és ennek a jeleit látom én most nem csak a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Bajával, hanem, ahogy az előbb említettem, a Szabadka-Zentával. A Szabadka-Zenta például azt teszi lehetővé, hogy Zentától Szabadkáig 40 perc alatt úgy lehessen eljutni, az ember közben írja a levelet a számítógépen, vagy föltolja a bicikliét, és amikor odaér a rendeltetési helyre, akkor letolja, és tovább menjen. De nem csak Szabadkáról és Zentáról szól, hanem Oromról, meg Felsőhegyről, meg a közbülső településekről, mint ahogy a Szeged-Szabadka is nem csak a két városról szól, hanem a közbülső településekről, amik bekötik a vérkeringésbe ezeket a településeket, és életet visznek oda, perspektívát visznek oda, új embereket hoznak oda, az ingatlanoknak az árát emelik meg, lakosságot vonzák oda, ott tartják. Ilyen szempontból fontos ez a fejlesztés. És egy kicsit regionális gondolkodásmódhoz is ez hozzájárul. Ugye a mi térségünkben ez néhány évvel ezelőtt, még mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt a köztudatban a regionális gondolkodás, a térségfejlesztés. Tanár úr, hogy állunk mi most már ezen a téren? Tehát egy régió vagyunk-e, vagy afelé tendálunk-e, hogy Magyarország, Románia és mi, ugye, egy régió legyünk? Természetszerűleg mi egy régió lennénk, de minket még mindig szétfele húznak a különböző érdekek, és a fő cél az lenne, hogy ne hagyjuk magunkat. Ne hagyjuk magunkat széthúzni, fogjunk össze. Ha a mi céljainkat, lehetőségeiket mások határozzák meg, akkor a saját érdekeik szerint fogják meghatározni, és tovább fognak bennünket aprítani. Ha összefogunk, akkor nem kényszerítetnek bennünket olyan útra, ami másnak felel meg. Nem tudom, hogy világos voltam-e. Igen, teljesen világos és egyértelmű. No hát ez a film hozzájárul-e ehhez, hogy az emberek szemét egy kicsit felnyissa? Mert hogy ugye hajlamosak vagyunk egy kicsit úgy elkényelmesedni, azt mondjuk, hogy jó, nekünk így is, pedig nem jó. Tehát, hogy azért van hova fejlődni. Én nekem egy kicsit erre is jó ez a film, amit elkészült a VM4K-ban. Én azt gondolom, hogy az emberek lelkében van egy nagyon komoly vágy, és semmi ezt jobban nem mutatja, mint hogy bárkit kértünk, lelkesen jött és segített. A Kosztolányi színészei, a fiatal színészek, akik a Népszínházban vannak, operatőrök jöttek lelkesen, gyűjtők jöttek lelkesen, tehát nem, hogy
nem mondok nevet, nehogy valakit kifelejtsek, és nem szeretnék senkit, de annyi térképet kaptunk, annyi régi, ahogy mondtad is. Hát az a fölvétel, amikor ott a 1971-2-ben Királyhanán fociznak, és aztán fölmennek a fiatalok, megállnak a sínpályán azok a gyerekek. Hát olyan 8 mm-es fölvételek vannak, hogy tényleg engem a hideg kiráz, és ahogy meghallották az emberek, hogy csinálják ezt a filmet, így elkezdett áramlani az anyag, elkezdett jönni, elkezdtek jelentkezni. Olyan képeslapgyűjtők, hát ugye emlékszem még a 2000-es évek elején, amikor csináltunk ilyen kiállításokat a régi Szabadka prokésgyűjteményre alapozva, 2003-ban például ugye volt egy nagyon, nagyon jelentős, az volt az első, utána már jöttek sorba. De most olyan emberek kerültek elő, és olyan fotók kerültek elő, amik az én számomra ünneppé tették ezt az egész filmkészítést, és a folyamatot, ami se nem volt rövid, se nem volt egyszerű, mert azért nagyon taktusra kellett végig csinálni, ünnepítette, és én azt gondolom, hogy az emberek lelke is, a szíve is, az esze is a helyén van, és ők tudják, hogy ugyanazt tudod, amit a Czódor Bódogénk mondtak, hogy mi oda tartozunk, mi nekünk oda kell tartoznunk, és csak egy mondat, ami hát talán nem határozza meg a sorsunkat, de azért azt, amit szánnak nekünk, azért arról elég sokat, és így meg is értettem, hogy mi szabadkaiak, mi vagyunk, néha a kelleténél, hogy is mondjam, csak beképzeltebbek a városunkra, ez valami védekezés, de ugye benne van a filmben is, hogy elkészül a vonat, szeptember 11-én kéne, hogy begördüljön. A minisztérium engedélyezi, a vasúttársasággal le van beszélve állítólag, és a vasúttársaság úgy dönt, hogy ötöt nem érdekli Szabadka, majd Szegedén meg Zomborba, ugye a két vármegye központ. Majd ott lesz ünnepség. A szabadkaiak meg, akik ingyen dolgoztak, akik eladták a földjüket, akik eladták a házukat, akik alig kapták meg a kártérítést, a kis gunyójuké, azok meg, hát figyelj, fölépítettétek, jó van, most jön egy másik érdek, ahogy tanár úr mondja, most jön egy másik érdek, és így átmegy a vonat, és mit csináltak a szabadkaiak? Azt megsértődtek, főháborodtak, vita lett belőle, és a vasúttársaság adott 2000 forintot, amit a város megtoldott 2000 forinta, és 4000 forintos ösztöndíj lett olyan tanulók részére, ugye, akik műszaki pályára mennek. Na ez az a Szabadka, amire büszkék lehetünk, ez a Szabadka meg nem hagyja magát, meg már 1869-ben azt gondolta, hogy lehet, hogy ti a vonatot így nem álltok meg mi nálunk, de mi majd megállítunk benneteket, és mi is felszállunk, és mi is itt fogunk örömmel utazni. Én alig várom, hogy rendszeres és pontos és bizonytalanságmentes vonatozást tudjak véghez vinni, hogy így mondjam, tehát vonatozhassak, mert hogy én szeretek vonatozni, de nem nagyon van alkalom, és hogyha ez mind megvalósul, akkor azt hiszem, hogy ez jó lesz mindenkinek, és nekem személy szerint is. És másfél év múlva így fog lenni. Legyen így. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak Somogyi Sándor tanár úrnak, Lovas Ildikó írónak, a VM4K koordinátorának, és Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Most mindjárt jön a film, ne menjenek sehova, mert hogy kezdődik a Szabadkára nézve a vasút életkérdés. Nézzék meg! Nekünk, vajdasági magyaroknak az érzelmi kötődöttségen túlmenően sok egyéb más szempontból fontos ez a fejlesztés. Lehetőséget teremtene arra, hogy Szegeden lehetne dolgozni, és itt valahol Szabadka környékén valamelyik faluban élni, vagy fordítva. Ez a fejlesztés lehetőséget teremtene arra, hogy Szabadkától Szegedig durván 40 perc alatt el lehetne jutni. Lehetőséget teremtene ez arra, hogy a térségben az embereknek a mobilitása sokkal nagyobb legyen, és lehetőséget teremtene ez arra, hogy realitássá váljon az, ami a infrastruktúrálisan fejlett nyugati világban teljesen természetes és normális.
Szabadka egészséges, értelmi és gazdag termelési ereje, elszigeteltség által zsibbasztva, kifejlődve még korán sincs. És éppen a vasút az a leghatalmasabb eszköz, mely az értelmi és termelési erők gyarapításával mindenütt anyagi és szellemi jólétet teremt. Szabadka lakossága csaknem kizárólag nyers termelő nép, és számokkal van bebizonyítva, miképp e nép a vasúti olcsó közlekedés mellett évenként csak szállítási bérfejében több mint 200 ezer irtot gazdálkodnék meg. És mert kétségtelen, miképpen Szabadka, továbbra is elszigetelve a világtól, anyag és szellemi erejében nem csak fejlődhetni nem fog, de mert a versenyt a vízi és vasúti közlekedési eszközökkel ellátott vidékekkel a világ piacain kiválta nagy adók mellett, ki nem állhat angya, évről évre süllyedni és szükségképp szegényedni fog. Szabadkának tehát, melynek se folyóvize, se csinált útja nincs, vasutat kell szereznünk, ha mindjárt a jelen nemzedék némi áldozatjával is, hisz még ez áldozat is e tekintetben csak befektetett tőke volna. A jövőnek gazdagon hozná meg kamatjait. Manojlovics Emil, bizotmányi elnök és Czorda Bódog bizotmányi tolvivő aláírásával ellátott 1862-ben készült jelentéséből. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez a térség, amelyikben élünk, ez egy versenyképes, élhető térség. Rosszabb véleményünk van róla, mint amilyet megérdemel. Lenézzük, akkor, amikor más területekkel és térségekkel hasonlítjuk össze, akkor lenézzük. Van ebben valami, amire azt lehet mondani, hogy emberi, mert mindenki hajlamos arra, hogy a sajátját alábecsülje. Ettől függetlenül én szerintem ez az adottságai miatt, a természeti adottságai miatt, a múltja miatt, a kulturális öröksége miatt és az itt élő népek miatt, az itt élő emberek miatt, ez egy jó sorsra ítélt térség. Amióta elkezdődött a Szeged, Szabadka, Bácsalmás, Baja vasútvonal felújítási munkálatainak az előkészítése, és amióta lehetőség van arra, hogy ehhez európai forrásokat vegyünk igénybe határon átnyúló pályázatok keretein belül, azóta ezt az ötletet Dream Railway címszó alatt futtatjuk. Az álmok vasútja. És hogyha az ember megnézi ennek a vasútvonalnak az elmúlt több mint másfél évszázados történetét, akkor arra kell, hogy rádöbbenjen, hogy ez a több mint másfél évszázados időszak a meggyőződésből táplálkozó, az álmokat megvalósító erőfeszítésnek az időszaka. Ez a vasútfejlesztés és a vasút létrejötte és a vasút több mint másfél évszázados története a centrumnak és a perifériának a kérdése. Több mint 150 évvel ezelőtt ez a térség, amelyik küzdött ennek a vasútvonalnak a létrejöttéért, azért tette, mert azt a gazdagságot, és itt nem csak természeti gazdagságra gondolok, és nem csak a mezőgazdaságra gondolok, hanem az itt élő embereknek az ambíciójára is, tehát hogy ezt a gazdagságot bekanalizálja a fősodorba.
Két évvel azt követően, hogy kezdetét vette a magyarországi vasútépítés, vagyis 1846-ban Szabadka neve is felmerült. Történt ugyanis, hogy 1846. júniusában Kerekes Sándor, a Jankováci uradalom ügyésze, folyamodmányában arról tudósítja Antonovics József szabadkai főbírót, hogy a tervezett Szeged-Bajai vasútvonal hihetőleg Szabadkán fog keresztül haladni, és megbízatásából kifolyólag ezzel kapcsolatban néhány fontos statisztikai adat megküldését sürgeti. Íme az 1846-os statisztikai adatok és érvek, melyek a vasút Szabadkán történő áthaladásának fontosságát támasztják alá. Szabadka a terményeinek legnagyobb részét Szegedre és Bajára szállítja, s a vasút létesítése esetén az áróbehozatal növekedésére számíthatnak. Az összlakosság megközelítőleg 42 ezer, és az említett útvonalakon a város négy vásárát évente előre láthatólag körülbelül 4000 személy látogatná. Szabadkáról a szegedi és a bajai vásárokra kevés kézművesi munka kerül, viszont a gabonát és egyéb terményeket egész éven át szállítják. A vasút megépítésével a város évi utasforgalma Szeged, Pest és Baja irányába összesen körülbelül 6000 személyből állna. Előnyös lenne a vasútvonalat Szeged felől a Palicsitó és Ludas település mellett vezetni. Ugyanis az ország harmadik legnagyobb tava gyógyhatású és fürdőházzal, angol kerttel rendelkezik, valamint már most, a nyári hónapokban naponta százával látogatják a fürdőhelyet. Egész évben 1700 kertész utazott be Ludasról, hogy élelmiszerrel lássa el a szabadkai piacot. Mivel a város évi teherszállítása meghaladja a 500 000 mázsát, nagyon is szükség volt a vasútra. December 1847-ben a Szabadkai Városi Tanács úgy dönt, hogy támogatni kell a Kecskemét-Szeged-Temesvár vasútvonalat, hiszen ebben Szabadka közvetlenül érdekelt, mégpedig a Szeged-Szabadka-Baja szárnyvasút kiépítése által. Gróf Széchenyi István 1848. januárjában az országgyűlés elé terjesztette Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről című tanulmányát, amelynek 12. pontja a Szegedtől Szabadkáig terjedő vonalszakaszt tárgyalta. 1848. februárjában a szabadkaiak részt vettek a Kecskemét-Szeged-Temesvári Vasúttársaság közgyűlésén, amelyen bővebben értesültek a Szeged-Szabadka-Baja szárnyvonal kérdéséről. Szakértői jelentés. Azon meggyőződést is szereztünk, hogy a fő nehézség nem annyira a vasút felépítésében, hanem főleg a vasút üzletkezelésében fekszik. Az üzletkezelése, igazgatása és az egész felszerelés rövid vonalon haszonnal magát fel nem tarthatja, és ki nem fizetheti. Vagyis a vasútüzlet nem azonos a vasútvonal megépítésével. Az elkövetkező évek küzdelmei ezt jól megmutatták. A vasútépítések magyarországi megindulásakor több elgondolás is született a Fiumei kikötő, Budapest, valamint a mezőgazdasági termékekben gazdag Alföld összekötésére. ...1855. júniusában Zomborcsevics, bizottmányi elnök és társai Mukics János, Czorda Bódog, Magyar Imre és mások jelentést írnak a vasútvonal létesítésének fontosságáról, meggyőző bizonyítékokkal támasztják alá érvelésüket. Az immár 50 ezres lakosú Szabadka 113.903 katasztrális holt földdel rendelkezik. Ennek jó részét a búza, árpa, zab és kukorica teszi ki. Az évi 538.801 mázsa termény fölösleget Szegedre és Bajára szállítják. Szabadka gabonatermelése mennyiség tekintetében talán legnagyobb a monarchiában. A hiányos közlekedési viszonyok ellenére a baromtenyésztés és gyapjú termelés híre eljut külföldre is.
A Szabadkáról való vasúti személyszállítás rendkívül megkönnyítené Csantavér, Ómoravica, Pacsér, Sándor, Topolya, Bajsa, Roglatica, Almás, Kumbaja, Mélykút helységek lakosainak sorsát, a kereskedelem lebonyolítását. A ludas pusztaiak a vidék legszorgalmasabb kertészei. S a vasút építéssel a kanizsai és martonosi szállások lakói terményeiket a szabadkai piacra szállítanák. Újra kiemelik Palics fürdőt. A szabadkai elöljáró Bécsbe utazik, hogy tudassa az udvarral. Szabadka kész ingyenes fizikai munkaerőt biztosítani a földmunkálatokra, és úgy ítéli meg, hogy a vasútvonal esetleg 3 év alatt is elkészülhetne. A császári udvar bíztató szavak mellett hideg távolságtartással közli a szabadkaiakkal, hogy a folyamat még hosszú éveket fog igénybe venni. A szabadkaiak megkeresik Piszczowski Antalt, a szegedi állomás vasúti főmérnökét, akit meggyőznek ügyüknek. Időközben Osztoics János képviselő a Szeged-Szabadkai vasútvonal előmunkálatainak végzésére miniszteri engedélyt kap. Miután így felgyorsultak az események, a szabadkai választmányi tagok kénytelenek voltak 1856. júniusában ismét Bécsbe utazni. Bécsben Osztoics János a miniszteri engedélyt átengedte a szabadalmazott ausztriai állami vasúttársaságnak, az úgynevezett francia társaságnak. ...1861-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felvetette a Csaba-Szeged-Szabadkán át a Dunáig terjedő vonal megépítését, amely itt csatlakozna a Mohács-Pécs vasúthoz, ahonnan az építkezés az Adriai tengerig folytatható. 1862. november 23-a fordulópont. Aznap ugyanis az Alföldi Vasút ügyében Pesten tanácskozást tartottak, amelyen Szabadkáról Magyar Imre vett részt. Trefort Ágostonnak, az Alföldi Vasúti Bizottmány alelnökinek véleménye szerint az Alföld járhatatlan útjain a kőutak építésének fenntartási költségei megközelítik a vaspályákét. Ezért nem csak a község képviselői, hanem az állam is támogatta vasútépítést. Szabadka képviselője közben átnyújtotta a Szeged-Szabadkai vasútvonal kész tervét és költségvetését. ...1863 áprilisában végre megérkeznek az engedélyek, és elkezdődnek a vasúti építkezések, amelyeknek költségeihez Szabadka 4000 forint összeggel járul hozzá. Piukovics Ágoston, Bács-Bodrog megye főispáni helytartója és királyi biztos, valamint a város község tanácsa az inségben sanyargó lakosság sorsának javítására tesz erőfeszítéseket, a helybeli birtoktalan munkásosztály részére kereseti forrást biztosít a vasútvonal földmunkálataiban. Határoznak több száz talicska beszerzéséről és a Kálvária áthelyezéséről, mivel a tervezett vasúti töltés iránya itt halad át. Az új Kálvária tervének elkészítésével Skultéti János építészt bízzák meg. 1864. március 14-én a szegedi kapunál hozzáláttak a vasúti munkálatokhoz. Nagyszámú lakos jelenlétében Flatt Endre polgármester tette meg az első kapavágást, és Czorda Bódog országgyűlési képviselő vitte az első talicska földet. Az Alföld Fiumei Vasút Magyar Vasúttársaság, ami a Nagyvárad Békés Csaba Szeged Szabadka Eszék vasútvonalat megépítette, nem könnyítette meg a szabadkaiak helyzetét. A város vezetésnek továbbra is heroikus küzdelmet kellett folytatni a vasútért és a lakosokért. Ebben az időszakban a városi pénztár 3500 szűkölködő lakost lát el naponta kenyérrel. 3 nappal az első kapavágás után a városvezetők arra kérik az egyház képviselőit,
buzdítsák az embereket, hogy tömegesen és ingyenesen segítsenek a vasútépítésben. Egy hét elteltével majdnem 1000 ember áll bedolgozni, és munkájáért fizetést is kap. Eközben Flatt Endre Budapestre utazik, mert a szegény sorsú lakosok, akiknek semmilyen nem volt, csak a telke és rajta az apró háza, a kisajátításért járó kárpótlást nem kapta meg. Az emberek bízva polgármesterük szavában és fellelkesülve a vasút építésén, annak érdekében, hogy az építkezés zökkenőmentes legyen, átadták házaikat, a kárpótlást nem kapták meg, maguk az utcára kerültek. Excellenciádem igazságos kérelmemet méltányolván a szükségelt pénzösszegnek leendő utalványozását megígérni kegyeskedett. Azóta már 3 hét lefolyt, és az illetők, kik ígéreten folytán házaikat leromboltatták, már most lakás nélkül vannak, s miután ezen csekély kunyhók és a kisajátított szöllőkön kívül mit sem birtokolnak, a legnagyobb nyomorral küzdeni kénytelenek. Panaszolja a szabadkai polgármester a királyi helytartónak. 1864. novemberében a császár még mindig nem adta meg a végleges engedélyt a vasút építéséhez. Flatt Endre szabadkai és Masirevics Jubomír zombori polgármesterek közös folyamodványt adtak át Bécsnek. Esedezünk azért császári, királyi és apostoli felséged előtt legmélyebb jobbágyi alázattal, hogy az Alföld Fiumei vasutat Szabadka és Zombor szabad királyi városok érintésével végleg engedélyezni, egyszers mint pedig a létrehozására múlhatatlanul szükséget kamatbiztosítást legkegyelmesebben annál is inkább eszközölni méltóztassék. A telek kisajátítások, az építkezési költségek, a közben felmerült olasz elképzelések és számos más akadály leküzdése után 1866. decemberében lélegezhetnek fel a vasútépítő városvezetők. A császár 800.000 forint kölcsönt engedélyezett az Alföldi Vasút építési munkálatainak folytatására és a földkisajátítási költségek kiegyenlítésére. Ugyanakkor a zombori és a többi község lakossága is megkönnyebbülhetett, miután 1867. februárjától megkezdik Szabadkától a Dunáig építendő vasútvonal alaposabb előkészületeit. Ugyanakkor már 1867. májusában akadozni kezdtek a dolgok, hiszen Szabadka város közgyűlése arról tájékoztatta a minisztériumot, hogy anyagi bajok közepette, melyek hazánkra évek óta oly súlyosan nehezednek, a végelszegényedés veszélye kétszeresen fenyegeti Szabadka városát s vidékét, jelen elszigetelt, a világpiacaitól elzárt helyzetében. Bajainkon nem segíthet semmi sem addig, míg jós, olcsó közlekedési eszközök hiányában földünk és iparunk gyümölcseit haszonnal nem értékesíthetjük. A vasúti összeköttetés e vidékre nézve nem kényelem, sőt, nem is csupán gyarapodás, hanem egyenesen a lét kérdése. Az Alföld Fiumei vasút az nevezetesen, melyben aggasztó anyagi bajaink leghathatósabb orvosságát, önfenntartásunk feltételét, gyarapodásunk tényezőjét tekinthetjük. Meg annyi küzdelem, kilincselés, kérvényezés, feliratozás, lankadatlan ügyintézés és a szabadkai városvezetők elkötelezettsége eredményeképpen 1869. szeptember 11-én begördült az első vonat Szegedről a szabadkai pályaudvarra. Nem volt éljenzés, nem volt ünneplés. A vasútépítési munkálatok befejeztével a Közmunka és Közlekedési Minisztérium 1869. szeptember 7-én értesítette a várost, hogy a Szeged-Zombori vasút mától fogva bármikor leendő megnyitóját megengedi.
Lénárd Máté, szabadkai polgármester elfogadta az ajánlatot és megkérte az alelnököt, hogy a döntésről értesítse a vasúti társaságot. Szeptember 10-én a Vasút Társaság igazgatósága táviratban értesítette Trefortot, hogy a Szeged-Zombor vasútvonalat másnap üzembe helyezik. Mint kiderült, hivatalos ünnepséget csak Szegeden és Zomborban terveztek. Szabadka egyáltalán nem szerepelt terveikben. A döntés mellbevágta a várost, amely a grandiózus ünnepséget Trefort értesítése alapján szeptember 16-ára tervezte. Természetesen az ünnepély elmaradása komoly feszültséget okozott a város és az Alföld-Fiumei Vasút építészeti igazgatósága között. A vasúttársaság szerette volna valahogy kiengesztelni a várost, ezért szeptember 28-án levelet küldtek a közgyűlésnek, amelyben bocsánatot kértek az ünnepség elmaradása miatt. Jó akaratuk bizonyítékául a levélhez egy 2000 forintos adományt is csatoltak, azzal a megjegyzéssel, hogy azt a legsikeresebbnek tetsző módon és célra fordítani szíveskedjék. A polgármester elfogadta a bocsánatkérést és a vele érkezett ajándékot. Következő közgyűlésen pedig bejelentette, hogy a város a kapott összeget megtolja még azzal a 2000 forinttal, amelyet a július 16-án az ünnepség költségeire szavazott meg, és ezzel egy 4000 forintos iskolai ösztöndíj alapítványt létesít 6%-os kamat mellett. Mánics Péter, városi képviselő, tovább gondolta a dolgot, és javasolta, hogy az ösztöndíjat kizárólag a technikai pályát választó szabadkai tanulónak ítéljék oda. Az alapító levél 1872. június 1-én készült el, és technikus ösztöndíj címmel a város kezelése mellett vezették be a nyilvántartásba. Az Alföld-Fiumei Vasút vállalkozás tőke hiányában Eszéknél elakadt. A 393 km hosszú vonalhálózattal rendelkező Alföld-Fiumei Vasutat, ami a Nagyvárad, Csaba, Szeged, Szabadka, Zombor, Eszék vonalat működtette, 1885. május 1-ével átvette az állam. 1887. októberében Baross Gábor közlekedési miniszter rendelete alapján a szabadkai MÁV üzletvezetőséget Szegedre helyezik át. A Bácskai Hírlap című szabadkai újság 1900. január 10-én megjelent számában közölt vasúti menetrend szerint Szabadkáról 5 óra 25 perckor, 9 óra 51 perckor, 14 óra 28 perckor, 18 óra 37 perckor és 23 óra 3 perckor is indult vegyes vonat Szegedre. Szegedről pedig 3 óra 40 perckor, 9 óra 22 perckor, 13 óra 20 perckor, 17 óra 52 perckor és 22 óra 35 perckor érkezett Szabadkára személyvonat. ...1910-ben megépül az impozáns szabadkai MÁV üzletvezetőség a szárnyas kerékkel. Ott működött a vasúti nyomda. ...1918. november 13-án este 7 órakor gördült be a szabadkai vasútállomásra a vonat Újvidékről. A katonák nagy tömeget, sok magyar katonát és halomba rakott fegyvert láttak. A szerb Bunyevác Nemzeti Tanács és a Magyar Nemzeti Tanács nevében is köszöntötték a katonákat, utóbbi feladatot Havas Emil ügyvéd látta el, ő mondta a köszöntő szavakat. A szabadkai vasútállomásra így beérkező szerb katonaság azonnal megtiltotta, hogy Szeged vagy Budapest felé vonatok induljanak. A szabadkai magyarok számára itt és így történt meg Trianon és az impériumváltás. 1918. november 13-án a szabadkai vasútállomáson.
1920. június 4-én aláírt békediktátum az addig egységes vasútvonalat 4 részre darabolta szét. Az, ami 1920-ban történt, azt eredményezte, hogy az a térség, a határ mind a három oldalán, amelyik a centrumnak a része volt, és úgy próbált érvényesülni, az a határ mind a három oldalán perifériává vált, határtérségé vált. És a határtérségi lét az elmúlt 100 évben leggyakrabban hátrányt jelentett. Azért jelentett hátrányt, mert különböző katonadoktrinai meggondolások miatt határmenti térségeket nem fejlesztették. Az országok közötti konfliktushelyzet azt eredményezte, hogy minimumra le lehetett venni azokat a közlekedési infrastruktúrális létesítményeket, amelyiken át lehetett menni a határa. Nem volt rá szükség. Úgy alakították az életet, hogy ne legyen rá szükség. Ezért benőtte a paré a közutakat, főszedték a sineket, gyakorlatilag eldarabolták a összekötő szálat. A szerbiai államvasutak történetét olvasva nem találunk sok adatot a Szabadkai vasútról. Azonban segítségünkre siet Graham Greene. Az isztambuli vonat című 1932-ben íródott regény első fejezetéből idézünk. Ahogy elérte a helyét, a vonat megállt. És Korall az ablakon kinézve egy parányi sáros állomást látott. Egy pár lámpára Szubotica volt rányomva fekete betűkkel. Az állomás épületei alig álltak másból, mint egy sor raktárból, és volt ezen kívül egy peron. Fél tucat katonával egy csapat zöld, egyenruhás vámtiszt közeledett a vágányok között. Látszott, hogy nem sietnek elkezdeni a vizsgálatot. Nevetgéltek, beszélgettek, és tovább mentek a kalauzkocsiig. Egy sor paraszt is megállt bámulni a vonatot. Egy asszony épp a kicsinyét szoptatta. Jó sok katona ácsorgott szanaszét, akinek nem volt semmi dolga. Egyikük lehessegette a parasztokat a sinekről, de azok 20 méterrel odébb újra felkapaszkodtak a töltés oldalra. Az utasok egyre türelmetlenebbek lettek, a vonatok már így is fél órás késésben voltak, és még hozzá sem kezdtek a bőröndök átvizsgálásához, vagy az útlevelek ellenőrzéséhez. Sokan lemásztak a töltésre, és átugráltak a sineken, remélve, hogy találnak egy büfékocsit. Aki utazott Szabadkára, vagy indult Szabadkáról vonattal, ráismerhetett a Graham Greene-i mondatokra. És nem csak a regény megjelenésének évében, hanem 80-90 évvel később is. 1941 és 44 között a Baja-Szabadka-Szeged vasútvonal eredeti funkciójában működött. Mivel a vasútvonal újra Magyarország élet teljes hozban, így újra fontos szerepet tudott betölteni a Dunántúl és az Alföld, azaz Észak-Erdély közötti kapcsolatként, Dombóvár, Baja, Szabadka, Szeged, Békéscsaba és Nagyvárad között. 1944. szeptember 18-án a szövetséges erők bombái óriási csapást mértek a városra, aminek a vasútállomás is áldozatául esett a vasúti nyomdával egyetemben. A II. Világháborút követően Szabadka sorsa megpecsételődött. A város, ami 300 éven át kitartóan küzdött azért, hogy ne szoruljon mellékvágányra, odaszorult. Hangzatos szavak és mondatok kísérték alakulás történetét, de sokkal inkább a lokálpatrióták vágya volt, sem mint a valóság. Nagyon hosszú időn át a szerbiai kormányzat abszolút nem gondolkodott vasútfejlesztésben. Embernek volt egy olyan érzése, hogy nem látják az európai trendeket, minthogyha teljes mértékben az enyészetnek adták volna át az egész vasúthálózatot.
Ez döbbenetes volt, mert hogyha az ember figyelembe veszi, hogy valamikor ott a 80-as évek végén a Vajdasági Vasúttársaságnak, a Szerbiai Vasúttársaság által történő bekebelezésének pillanatában a Vajdasági Vasúttársaságnak 16 ezer vagonja volt. Egyszerűen az ember értetlenül áll a fölött, hogy egy ilyen jelentős egy infrastruktúrát miért hagynak elveszni, tönkremenni, az idő vasfogával megetetni. Az, ami a Vajdasági Vasútnak egy külön nagy értéke volt, hogy ha jól emlékszem, több mint 300 kilométer olyan ipari vágány volt, ami a termőföldek összekötésére és a termőföldeken megtermelt javaknak a szállítására, illetve begyűjtésére szolgált. Tehát egy eszméletlenül fejlett infrastruktúra. Szerencsére 2012-14 magasságában azt követően, hogy váltás történt a szerb kormány politikai összetételében, egy örömteli fordulat állt ebben be, mert korrigálásra került az az alapállás, ami azt megelőzően meghatározta az infrastrukturális fejlesztéseket, a különböző közlekedési módokat, elsősorban a vasút került fölértékelődésre. Már Graham Greene sem festett hízelgő képet a szabadkai vasútállomásról. Azonban a II. Világháború utáni vajdasági, szerbiai vasút fejlődését bemutató tanulmányok még többet elárulnak Szabadka perifériára kerüléséről, hiszen mindössze két dologról tesznek említést. A vasút villamosításának második ütemében 1980-ban megtörténik az Újvidék Szabadka vonal villamosítása. A másik említésre méltó adat a 80-as, 90-es évek Szabadka-Belgrád vonalon közlekedő úgynevezett poszlovni vonat volt. A szabadkai vasútállomás egyre szomorúbb látványt nyújtott. A folytonosan késő vonatok állomása lett türelmes, türelmetlen, de mindenképpen tehetetlen utasokkal. A Simbusz egy letűnt kor emlékét idézve dohogott Szeged vagy éppen Banacko-Milosevó irányába. Az utasok mindent elfelejtettek és megbocsájtottak a vasútnak, ha végre elindult a vonat. A fellendüléssel kecsegtető próbálkozásoknak mindig ugyanaz volt az eredménye, amiről a sajtó is beszámolt. Megnőtt az utasok száma. Azonban a fellendülés sohasem tartott sokáig, az utasok pedig mit tehettek volna. A kényelmes vasúti utazás helyett szorongtak a buszokban, vagy autóba ültek. 97 évvel azután, hogy Szeged és Szabadka között elindult a vonatközlekedés, 1966-ban a két város testvérvárosi kapcsolatot létesített. Azonban az 50 kilométer távolság a két város között egyre csak nőtt. A 21. században, valamikor a 2000-es évek közepén a pályasebesség a magyar oldalon 60 km per óra, a szerb oldalon pedig 17 és 30 km per óra között volt. A 35 kilométeres út időtartama útlevél ellenőrzéssel együtt, némi szerencsével 80 perc. Itt Szerbiában nem tudtuk áttörni abban az időben, nem tudtuk áttörni a falat. Nem tudtuk általánosan elfogadható vagy általánosan elfogadott fejlesztési ötletként megemelni ezt a lehetőséget. Ez elsősorban lokális szintre vonatkozik, tehát se Szabadkán, se a térség egyéb más önkormányzataiban, szerbiai oldalon, vajdasági oldalon, a magyar politika határain túl, a vajdasági magyar politika határain kívül nem volt igazán politikai partner ehhez a dologhoz. Szerintem ez azért van, mert akkor is és ma is ennek a térségnek a regionális politikáját vagy helyi politikáját olyan emberek
vezetik és csinálják, akik vajmi keveset tudnak erről az egész térségről. Vajmi keveset tudnak a városról is, amit vezetnek. Ez abszurdnak tűnik, de az elmúlt évtizedeknek a következménye, és ez nem csak közlekedési infrastruktúra szempontjából fontos fölismerés, hanem minden ügy tekintetében. Vajdasági szinten a Vajdaságnak a DKMT részeként való megjelenése és pozicionáltsága miatt könnyebb volt partnerokat találni ehhez a elképzeléshez, különösen azért, mert én 3 cikluson keresztül voltam a Vajdasági kormány alelnöke, és voltam egy ciklusban gazdasági titkár is, és amikor én gazdasági titkár voltam, akkor hozzá lehetett fogni, hozzá tudtunk fogni ennek az elképzelésnek a realitását tételéhez. Hogyha a szerbiai oldalt, vagy a vajdasági oldalt vesszük figyelembe, akkor mindenféleképpen elismeréssel és köszönettel kell, hogy beszéljek Milan Vucinicről, aki hosszú ideig volt elkötelezett harcosa a vajdasági vasúthálózat felújításának. Nagyon fontos szerepet játszott ennek az egész ötletnek az előbrevitelében Kern Imre. Miközben az utazni vágyók táskáiban turkáltak, a vonaton dohány és alkohol minden mennyiségben és mindenhol található volt. A WC-ben, a világító testek fölé rejtve, a sínbusz aljára rögzítve, a bordó plüss ülések alá rögzítve. Kockás táskák tömegei vándoroltak át a határon. Amolyan nyílt titok, secret de polichinelle volt ez, ami az utasokon kívül mindenkinek megfelelt. Különben bizonyára változtattak volna a dolgon. Ebben az elképzelésrendszerben merült föl a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal fölújításának, újraindításának az ötlete. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy 96 és 97 fordulóján a Belgrád-Újvidék-Szabadka-Budapest vasútvonal működött, illetve közúti vonatkozásban, a határátkelők tekintetében a régi horgosi röszkei és a keleviei. Más nem volt. Ennek a dokumentumnak részeként fogalmazódtak meg ötletek többek között. A Királyhal másodhalom vasút határátkelő építésének az ötlete. A problémának a megvalósítás vagy megoldását láttuk többek között abban, hogy ez a vasúti szárny újra elkezdjen úgy működni, hogy valóban használható közlekedés, kiszámítható közlekedési lehetőség legyen. Működött ez a vasút akkor is, amikor ez az ötlet fölmerül, de hihetetlen hosszú menetidővel, kiszámíthatatlanul, egy olyan tendenciát mutatva, hogy csak rosszabb tud lenni, jobb semmiféleképpen. Ráérős nyugdíjasoknak, kalandvágyú egyetemistáknak és más időmilliomosoknak szánhatták ezt az utazási lehetőséget, aminek a rendszerváltás után is része maradt a vonatról való leszállás és felsorakozás csomaggal. Az útlevél ellenőrzést követte a csomagok részletes átvizsgálása, miután az utasok visszaszálltak, pár méter zötyögés után újból leszálltak, csak immár a határ túloldalán, grédába állás, útlevél és csomagellenőrzés. 96 és 97 fordulóján, inkább 97-ben, mind erőteljesebb volt a meggyőződés, hogy a Milosevic érának
a végéhez közeledünk, megfogalmazódott egy igény, hogy legyen nekünk egy kész elképzelés rendszerünk azzal kapcsolatban, hogy akkor mit fogunk csinálni. Ugyanis volt egy olyan reményünk és meggyőződésünk, hogy amikor a Milosevici éra véget ér, akkor egy robbanás jellegű lehetőségrendszer fog elénk tárulni, és az előrehaladásunk, a közösségi előrehaladásunk elsősorban annak a függvénye fog lenni, hogy milyen mértékben készültünk föl arra, hogy ebben az elképzelések és projektek versenyében helytálljunk és győztesen kerüljünk ki minél több csatából. Persze időközben rá kellett az embernek jönni arra, hogy sajnos az élet nem így működik. De ettől függetlenül 96-97 fordulóján ez az alapállás mozgatott bennünket egy térségfejlesztési projektet, térségfejlesztési koncepciót gondoltunk elkészíteni. A Somogyi Sándor és a Somogyi Katica, akikre hosszú idő után találtam újra rá, mert hogy hosszú ideig ők Keszthelyen éltek, és ennek a tervező munkának nem csak ők váltak az alakítóivá, hanem a Keszthelyi Mezőgazdasági Egyetem sok munkatársa, tanára, a Sándornak a jó barátai, akik közjóban segítettek, akik szívügyüknek tartották, hogy ebben a feladatban szerepet vállaljanak. Ritkán van alkalom erről beszélni, de szeretném ezt a mostani alkalmat kihasználni arra, hogy így 25 év távlatából újra köszönetet mondjak, mert nem csak a vasútfejlesztés szempontjából, hanem sok minden egyéb más szempontból az én számomra ez az időszak, ez az élmény, ez a földgyűlemlet, tudás és tapasztalat meghatározó volt. És valóban bekövetkezett a 2000-es változás. 2001 elején elindult egy nagyon intenzív együttműködés a Duna, Körös, Maros, Tisza eurórégió keretein belül. 2001 második felében, 2002-ben és 2003-ban egy hosszú távú régiós stratégiai dokumentum előkészítésére került sor, ezzel párhuzamosan pedig az eurórégió közlekedési infrastruktúra fejlesztési koncepciója került kidolgozásra. Ennek részévé vált a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújításának az ötlete, és bekerült azt követően a DKMT hosszú távú gazdaságfejlesztési, térségfejlesztési koncepciójába is. Érdekegybeesés és partnerség alakult ki elsősorban a magyarországi partnerekkel. Itt mindenféleképpen meg kell említeni Magyar Anna nevét, nem csak abból az időből, hanem az azt követő időből. Meg kell említeni Marosvári Attila nevét, aki a kezdeti fázisban, Csókási Eszter nevét, aki a 2000-es évek elejétől egészen a mai napig a Dunakörös Maros Tisza Eurorégió Közhasznú Társaságnak a vezetője. Az egész dolog 2010 után gyorsult föl, egészen pontosan 2014 után gyorsult föl. A két ország közötti kapcsolat javulása miatt. 2014 után abban a helyzetben jutottunk, hogy ennek a vasútnak a fejlesztési ötlete bekerült a hosszú távú szerbiai vasúthálózati fejlesztési koncepciós dokumentumba.
erről a vasútvonalról gyakorlatilag a szerbiai vasútak már régen lemondtak. Esze ágában nem volt senkinek ebbe pénzt rakni. 2014 után került ez a dokumentum revidiálásra. Ezt az ötletet abba a helyzetbe juttattuk, hogy egyfajta poligonjává vált a két ország közötti kapcsolatrendszer építésének. Ahogy telt múlt az idő, újra és újra ehhez a fejlesztési elképzeléshez vissza kellett nyúlni, hogy előbbre lehessen lendíteni, és mindig megvoltak azok az érintkezési felületek, azok a találkozási pillanatok, amikben a két ország közötti viszonyrendszer építését bizonyítandó ez az elképzelés ott volt és előbbre lehetett vinni. Persze egész biztos, hogy ez nem önmagától és nem véletlenül történt egy alkalommal se. Hogyha bárkinek is kételje van azzal kapcsolatban, hogy akkor van-e értelme itt a Vajdaságban a magyar politikának kormányzati szerepet vállalni, van-e valós tartalom amögött, amikor az ember arról beszél, hogy mennyire fontos a politikai legitimitásnak a nagysága, akkor, amikor érdekérvényesítésről és érdekképviseletről van szó, akkor azt gondolom, hogy semmi mást ne gondoljon végig, mint ennek a vasútnak a fejlesztésének az ötletét. Ha mindez nem lett volna, akkor én szerintem ma erről nem lehetne beszélni. Ha mindez nem lett volna, akkor ez a fejlesztés nem válhatott volna 2020 egyik szimbólumává, mert hogy azzá vált. Mert az bizonyítja, hogy független attól, hogy mi minden történt velünk az elmúlt 100 évben, megvan az az életerőnk, ami pusztulásra ítélt ötleteket újra fényes realitássá tud alakítani. És ez a történet ma arról szól, és az elmúlt két-két és fél tizedben az én számomra arról szólt, hogy vajon létre tudunk-e hozni egy olyan helyzetet, amikor reálissá válhat az a célkitűzés, hogy a perifériális helyzetből újra a centrumnak a részévé tudjunk válni. Hogy áll most ez a vasútfejlesztés? Mit tudunk csinálni? Mi az, ami reális? Mi az, ami megvalósítható? Az, amiről itten ez a film is készül, ez vajon ködetetés, vagy ebből valóban lesz valami? A dolgok következőképpen állnak. Egyrésztről a Szeged-Szabadka szakasznak a felújításához szükséges tervdokumentáció kidolgozása, előkészítése teljes mértékben befejeződött és megtörtént, engedélyes tervek vannak. Az a szándék, hogy 2020 végéig megteremtődjenek a föltételei annak, hogy a Szeged-Szabadka szakasz felújítása kivitelezési munkálatok szintjén el tudjon kezdődni. Ez szerződéskötést jelent, ez a kivitelező kiválasztását jelenti, közbeszerzési eljárást jelent. Ezeknek a lépéseknek a megtétele ebben az időben elképzelhető és reális. Fölújításhoz szükséges források, azok ebben a pillanatban rendelkezésre állnak.
ez valamivel kevesebb, mint 50 millió euró. És ezzel kapcsolatban a szerbiai költségvetésben egyfajta kötelezettségvállalás is látható az infrastrukturális minisztériumnak a költségvetésében. Ha ez megtörténik, és szerintem reális, hogy meg fog történni, várható, hogy meg fog történni, akkor 2022 tavaszán, tehát durván olyan 13-tól 15 hónapon belül a Szeged-Szabadka szakasz felújítása megtörténhet. Ez nem csak a vasúti pályának, nem csak a simpárnak és az alszerkezetnek a felújítását jelenti, hanem a komplett szignalizációs rendszernek, a kommunikációs rendszernek a felújítását, a vasútállomások helyrehozatalát, illetve a vasúti pályának a villamosítását is magában foglalja. A másik szakasz, ami Szabadkától Bácsalmáson át Bajáig visz, ennek a szakasznak a tervdokumentáció előkészítése végső fázisban van, ott is engedélyes terv fog lenni. És én szerintem reális az, hogy amikor ez a Szeged-Szabadka szakasz befejeződik, akkor folytatódhasson a Szabadkától Bajáig tartó szakasznak a felújítása is. Ez egy hosszabb szakasz, vannak részei, amelyeket felszedték, újra le kellene rakni. De azért volna nagyon-nagyon fontos, mert az egyetlen olyan direkt vasúti összeköttetés volna, amelyik összeköti a Tiszát a Dunával. 4 európai közlekedési koridort érintene ez a fejlesztés, és azért is fontos volna, mert részévé válna annak a sokkal nagyobb volumenű fejlesztésnek, amivel kapcsolatban a magyar kormány elvi döntéseket hozott, ez a Baja, Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Békés Csaba, Nagyvárad vasútvonalnak a fejlesztése. Ez egy olyan gyűrű volna, ami meggyőződésem szerint ezt az egész határtérséget, ezt az egész perifériális térséget segítene a centrum részévé válni.